Sziasztok, én Szénégető Richard vagyok, és köszöntök titeket a csatornámon. Ebben a mai videóban nem másról lesz szó, mint a fanservice szeptemberi és októberi Blu-ray megjelenéséről, a Fogságban és a Fuss című filmekről. Kezdjük a Fogságbannal talán, Denis Villeneuve rendezése. Ugye ezzel a kiadvánnyal a fanservice a magyar házimozi piac egy 10 éves adósságát törlesztette, hogy végre megjelent ez a film itthon kéken, az elérhető lehető legjobb képminőségben. Az a helyzet, hogy ez tényleg egy olyan film, itt mindig ezt el szoktam mondani nagyon sokszor, mert ugye a független filmpiac egyik jellemzője, hogy ezeket a filmeket nem véletlenül nem szokták nagyon nagy stúdiók felvállalni, általában mindegyik rizikós témát dolgoz fel. Ugye a Fogságban is olyan film, ami nem való mindenkinek, még annak ellenére sem, ugye, hogy Denis Villeneuve egy viszonylag népszerű rendezőnek számít manapság, de ugye azért tudni kell, hogy a legtöbb filmje szintén ez a kategória, hogy nem való mindenkinek. Ugye ez a film, ez minden szülő rémálmával néz szembe, amikor ugye a 6 éves kislány a barátnővel együtt eltűnik, és igazából a film ezt dolgozza fel úgymond, hogy hogy is reagál erre az apa, hogy is reagál erre a család, illetve a nyomozást vezető rendőr szemszögéből is látunk egy csomó dolgot. És az a helyzet, hogy nagyon sok mindent lehetne a Fogságban arról mondani, viszont direkt nem szeretnék sokat beszélni róla, ugyanis túlzás nélkül ez egy olyan film, ami, ha egyszer látott az ember, közben a sütemény megint randalírozik a hátam mögött, mostanában standarden beleszökik a videókba, tehát ha egyszer látta az ember, garantáltan nem felejti el. Igen, tudom, hogy vannak emberek, akiknek nem tetszik, igen, tudom, hogy van olyan, aki szerint túl lassú, én talán még egyszer ennyi ideig néztem volna, és tök érdekes, hogy ugyanebben az évben kijött még egy Denis Villeneuve rendezés, aminek szintén Jake Gyllenhaal főszereplője, és érdekes amúgy, hogy igen, tény és való, el van írva a borítón, a fronton Jake Gyllenhaal neve, hátul már nincsen, tehát hogy van egy ilyen hibája a kiadványnak, ezt nem fogom elhallgatni, de igazából engem ez annyira nem zavar. Sokkal inkább fontos az, hogy mivel most nem raktam unboxing részt a videóba, hogy a magyar DTS HD Master Audio 5.1 és a magyar DTS HD Master Audio 2.0 remekül teljesít. Szerintem ez egy kiemelten jól sikerült szinkron, az angol DTS HD Master Audio 5.1 pedig szintén elképesztően jól szól. Nyilván ez nem az a film, ami egy popcorn mozi, egy látványfilm, amiben ugye minden robban, meg széthullik, meg darabokra esik. Tehát valószínűleg nem úgy fogja megdolgoztatni a hangszorokat, mint egy Függetlenség napja. Mégis ki kell emeljem, hogy nagyon-nagyon szépen szól a magyar szinkron is. A film pedig tényleg egy mestermű, és nagyon örülök neki, hogy 10 év után lecserélhettem végre a DVD-met erre a Blu-ray-re. A másik megjelenés pedig a Fuss, amit én korábban a Netflixen már egyszer láttam, de aztán most láttam, hogy a Netflixről eltűnt, tehát ez a kis streaming pártiság mostanában, ami sok embernél előfordul, ugye, hogy a megjelenések egy kicsit így megritkultak itthon. Ez most egy érdekes fordulatot vehet azzal, hogy bár a Netflixen nem éred el azt a filmet, ami itthon Netflix filmként került a köztudatba, lemezen a polcra tehetett szerencsére. Ugye ez egy megint csak egy érdekes film, és itt nem is mondom azt, hogy nem való mindenkinek, mert aki szereti az ilyen nyomasztó, klausztrofób érzésű thrillereket, az szerintem megtalálja benne azt, amiért ez a film jó. És érdekes, hogy ugye az alapsztori szerint van egy fiatal lány, aki várja a levelet az egyetemről, hogy felvették-e vagy sem, és igazából ugye ő deréktől lefelé béna, és az édesanyja neveli, és valami gyanúsat észlel egy reggel, az egyik gyógyszer másmilyen, és elkezd ebben az ügyben nyomozgatni egy kicsit. A sztori maga, meg úgy az egész felütés, meg a lefolyás, ugye egy rövid filmről beszélünk, összesen 89 perc. A sztori miatt pörgős az egész annak ellenére, hogy sokszor olyan érzésünk van, mintha éppen mondjuk nem történne semmi, de történik, csak pont az a lényeg benne, hogy ilyen apróság, lassú, olyan érzetet kelt az egész film, hogy ez a kis torokszorító, klausztrofób érzés, ez így átkerül a nézőbe is, és a Fuss ezzel remekül operál.
Nagyon tetszett a képminősége a filmnek, illetve itt is nagyon szépen szólnak a magyar hangsávok. És itt kiemelném azt, hogy még mondjuk a Fogságban nem mondtam, de ugye ott az még egy más világban készült szinkron volt, ott ugye kifejezetten jó sikerült szinkronról beszélünk. A Fuss esetében is azt kell, hogy mondjam, hogy a szinkron nagyon jó sikerült, ami manapság már egy üdvözítő példa, és sajnos nem ezt szoktuk meg, nem ez a standard, úgyhogy én ennek csak örülni tudtam. Érdekes, hogy ugye Kiera Ellen, aki a főszerepet játssza a Fussban, nekem egy kicsit ismeretlen színésznő volt, és nagyon meggyőzött ezzel az alakítással, és ugye az édesanyját játszó Sarah Paulsonra pedig egy-két snitten az elején még azt hittem, hogy mást látok, de aztán rájöttem, hogy nem. Viszont ugye ő meg egy annyira ellenszenves karaktert játszik, és úgy alakul át a karakter egyre ellenségesebbé, vagy ellenszenvesebbé, hogy baromi jól játsza, és valami olyan van az alakításában, amitől azt mondom, hogy simán újra fogom nézni egy-két év múlva ezt a filmet, és tudom, hogy igen, ennek helye van a polcon. Tehát tök jó az, hogy egy klasszikust feltehettünk a polcra, vagy már a klasszikus se érő filmet, és egy olyan filmet, aminek minden esélye megvan arra, hogy klasszikus legyen belőle. Tehát mind a Fogságban, mind a Fuss szerintem érdemes arra, hogy polcra tegyük. A leírásba dobtam nektek linket, ahonnan meg tudjátok rendelni ezt a két kiadványt. Én mind a kettőtöket bátorítalak arra, hogy támogassátok a független filmkiadást, és ha még valamit jelent nektek a fizikai formátum polcra tétele, akkor itt az idő, és a filmpiacon lehet egy kicsit lendíteni azzal, hogy ezeket a kiadványokat megvásároljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, illetve meghallgattátok ezt a videót. Szuper köszönettel, tetszik gomba, feliratkozással, illetve a leírásban található módokkal lehet támogatni a csatornát, hogy több ilyen videó készüljön. Lehet venni ilyen jó kis Adj egy ötöst, meg Rich Cast pólókat, meg egyéb merchandise terméket, hogy több filmet tudjak vásárolni. Köszönöm szépen a lemezeket a fanszervíznek, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!